Ei, Cortana. Na, megvan a mikrofon, én minimítottam le tök véletlenül. Hey, Cortana. Unsnap. Na, akkor végre el tudunk állni játszogatni. Ilyet már úgyis régen csináltam, most stúdió minőségű mikrofont használunk. Igazából benne vagyunk egy igen masszív Skyrim modot gameplay végigjátszásban. Amit el lehet nézni, mint ugye most már látjuk, ugye ez egy custom, teljes egyedi full tuning Palaver Inigo. Szerintem a létező leg egyébként ez a játékhoz. A csávó konkrétan élő emberként funkcionál, tehát saját gesztusok, történet, minden, tehát nem tudok érzni minden, tehát mindez van valami hozzáfűzni valója, oda megy a boltoshoz, szól neki, hogy kéne nekem cucc, szóval egyszerűen félelmetesen meg van csinálva, főleg ő vele a kommunikáció. Amint lehet látni, hogy egy full set teljes dragon páncélval lett a legmagasabb tuning szinten, teljesen enchantedelve. Igazából szóljunk hozzá a csávóhoz egy picit, lehet látni, hogy tényleg azért elég komoly a mod. Hello. No, my mind is a song without words right now. Oké, okay, Nigo, semmi baj, megyünk, haladunk. A következő nekünk igazából vérfarkasok, vérfarkas vadászok ellen kéne menni, mert ugye hát most éppen tegnap este mi vérfarkassá bírtunk avanzsálni. Hogy is volt? Ja persze, a story küldetés kéne választani igazából. Ez az retrieval. Menjünk, azt akkor megoldjuk. Azért én a 3D-t bekapcsolom magamnak, mert az úgy az igazi. Amúgy már a PlayStation 3-as végigjátszásnál is simán ezzel nyomtam. Kérdés, hogy a fülesen mennyire fogja tolerálni a 3D szemeket, de úgy látom igen, teljesen jó. Közben nézzük meg ezt a pacit. A Nightingale igazából a bérgyilkosok céhének a saját szellemlova. Ezt most bírtuk így megszerezni, de valami félelmetes a paci. Gyors is, jó, mondjuk ez is ugye tuning bele van nyúlva modokkal, hogy a lovak sokkal életszerűbben mozognak, a viharra, az időjárástól kezdve minden alába van tuningolva a játékba. Bár én elgondolom, hogy nem szeretek ebbe a játékba lovagolni, mert belakadok mindenbe. Akkor csapjunk bele a következő sztoringba. Amúgy egyébként az ijeszkodásra és a lopakodásra fektettem a legnagyobb hangsúlyt eddig a játékban. Igazából félelmetesen feltuningoltam az ijeszkodást és a tuningolást, szinte minden már 100%. A kovácsolással együtt. Az összes páncéltípusból le tudok már kovácsolni mindent. Hát ezt majd közben lehet azért látni. Olyan nyilvesszőim vannak, hogy tele vannak elementális képességekkel. Tehát amíg a fegyverem ugye rúna által megvan tuningolva, hogy ugye tűzsebzés csináljon, addig az ívesztő például elektromosat sebez. Például. Bassza meg, ez fönt van. Hú, de jó vagy. Rohadjál meg most, hogy a tökömbe mászok oda fel. Hú, de utálom a sötétet a játékban. Annyira vaksi vagyok egyébként ilyenkor. Hiába van rajtam ugye a... Nálunk van ugye hát a kácsitoknak a képessége az éjjellátás.
ugye amit szintén a játékban egyébként időlimithez van kötve, na most egy egyszerű moddal ezt kibe kapcsolhatóvá tettem. Menj már odébb, az anyádat megbaszolt, hát ugorj már te szar. Ugorj, köcsög macska, ugorj! Nézd meg, bazd meg. Amúgy egyébként a rengeteg modok miatt random fagyásokra lehet számítani. Tehát ez legyen a legkevesebb problémánk. Mert a játék egyébként most így éjszaka nem látszik, de fenomenálisan néz ki. Pedig ahhoz képest ez most egy 7 éves játék. Talán már több is. Azok csak sikerült mellé vágnom ötször, rohadjál meg. Mi a kurva anyád? Jó, megrohadt. Jó, lebasztam. Jó, hogy ilyen kurva kibaszott sötét vagy, még az Isten faszát sem fogom ebbe a szar sötétségbe meglátni. Nem baj, Buzik, ez volt az utolsó, hogy észrevettetek. Fel lehet készülni a torokvágásra. Lopakodás magas szinten. Szart nem lehet elvágni. Rohadna meg. Mindegy, nem szabadtok meg. Kéne találd! Menj már onnan! Kurva jól néz ki. Szék. Egyébként ma jó beolvasztjuk. Vérez ribanc. Tudtam, hogy ott van egy titkos átjáró. Mi? Csapda.
nincs, a fasz nincs. Öcsög. Még hogy csapda. Na mutasd, mi van benne. Holy bow. Undead. Itt érdekel, ha ki akarja, hogy elszaladjanak, inkább lenyilazom őket a faszomba, az kész. Amúgy egyébként most már igen nagy gazdaságnak kör bennünk a játékban, közel 157 és több mint majdnem 160 ezer rizt arannyal. Jó, mondjuk tényleg most már így közel 400 akárhány órán van benne. Nem tudom, imádom ezt a játékot, tehát most ez második végigjátszás. Jó, mondjuk így a játék teljesen más, így agyon tuningolva, mint egyébként alapból volt a vanilla játék PS3-on. Itt neki is álltam, a gyárinak nem érdekelnek a trófeák. Tehát így hülyére tuningolva a játék teljes egészében. Tehát nem is ugyanaz a játék, jó alapokban ugyanaz a játék, de teljesen más élmény. Ugye tettem ebbe is egy ilyen, igazából egy scriptet, hogy a játékhoz, nehézséghez, például egy láda nehézségéhez igazítja a loot mennyiségét és tartalmát. Mert hát azért utáltam azt, amikor konkrétan egy sárkányt legyaktam és volt benne 3 arany meg 2 ívesző a szeló. Így azért most már rokádja lootot, és így azért szépen lehet ezt nyersanyaggal meg a többivel menedzsmentelni. Megfejleszgetni a szinteket, mert egyébként szart se ért volna egyet, tehát jövőre se lett volna semmi se ebben a játékban. Egyébként a szemetet ott hagyjuk, már nem viszünk el semmit, arról leszoktunk. Itt mindenki csontokkal játszott, úgy látom megint. Rubik kocka helyett koponyákkal játszanak a parasztok. Egyébként most már a mágus iskának a mestere vagyok, akkor a tolvajok céhének a mestere vagyok, közben most már a bérgyilkosok céhének is mestere leszek, ugye éppen azon dolgozunk. Aztán most belecsaptunk egy másik küldetésbe. Ugye elég jó belebírtam mászni ebbe a játékba, de hát mindenek megvan a saját maga oka, hogy mit, miért. Mostanában az mostani új játékok ugye a félkész állapotukkal abszolút nem bírnak megfogni. Jókádni tudnék ezeket a játékokat egyébként, amik most jönnek ki. Mi a fasz? Mindig egy legendás fegyver, egy egyszerű futár. Na jó. Fényárnyék hatásokat érdemes azért megnézni. A játékban az tény. Mit leszik, ezt a helyet kiforgattuk, ennyi volt. Itt nincs más. Mr. Dragonfly wishes he could wield a sword so he could fight by our side. For now we will have to make do with his moral support. Köszi. Na jó. Köszi, Inigo, ügyes vagy. Ezek a hanglejtések, beszólások, beszalás neki. Imádom Inigót. Jól nézek ki ebbe a sárkány cuszba, Inigo, azt kell mondjam. Hello? Hát igazából ez jól sem meg volt.
Most meg szakad az eső. Félelmetes, egyébként az időjárás is teljesen van cserébe van a játékhoz képest. Közel 200 időjárás effektet képes a játék produkálni, és tök random módon, tehát szépen átmenetekkel, ahogy kell. A víz is ki van cserélve, ahhoz tartozik statikus füst, gőz, pára, köd, minden ki van cserélve. Hangokkal, fényekkel együtt természetesen. Egy teljes grafikai tuningon esett át a játék. A hangok optimalizálva vannak, tehát minden a térben elhelyezve most szól, mert ugye az alapjáték azért kínlódott ezekkel a dolgokkal, nem mindig tudta éppen, hogy hol vagyunk a térben elhelyezve. Na jó, mentünk egyet, mielőtt a játék rommá fagy. Amíg az... Igen. Vagyis helybomba kell... Ez... Fightrunba kell visszamenjünk. Champions... Ezt a fát is én támasztottam fel, ez teljesen ki volt száradva, ez is küldetés volt, egy mellék sztori küldetés volt. Gyönyörű helyen volt egyébként az ős fa, honnan el kellett hozni a fanedvet. Egyik YouTube videón fönn is van egyébként. Inigo dobott egy seggest, azt hittem ő volt. Érdemes egyébként a játékba kerül, ha élelmetesen szép. Nézzük meg például itt fönn a tavakat. Ugye ez eset az eső is ugye most, tehát hogy szárad fel a pályát, és kurva egy pára van. Volumetrikus napsugarak vannak a játékba berakva, jó, mondjuk ez a vanilla játékból. Ez a... ugye hát a... Next Genre kihozott gyári tuning, tehát ezt nem én csinálom, ezt igazából ki lehet kapcsolni. Itt a fa, amit ugye meggyógyítottunk. Gyönyörű szépen virágzik. Egyébként a sejtnek a testét is kicseréltük, ruházattól kezdve páncélokig minden szart. Nagyon szépek a csajok benne, gyönyörű alakjuk van. Arcuktól kezdve minden nagyon szép. A zöldségekkel vagyunk el kínlódva megint. Itt is reklámozzák. Egyé sok spenótot, hülye gyerek és egészséges leszel. De szép ez a tárgy, ez ahogy is hívják, ez a középen ez a tűz. Nagyon elkapták. Itt tök jó, hogy törje a teret a hő. Ja, egyébként a játék rajta van a static mesh upgrade. Hogy minden sokkal részletgazdagabb. Smell the honey on the wind. What do you want? Until next time. Majd érdemes megnézni ezt a történetet, mennyire szép, gazdag részlet, gazdag minden. I dream about the what kind of weapon do you prefer? I like the smaller, quicker. Have been bringing the battle to the Silver Hand, friend? Yes. Another piece of...
Good work, Shield Brother. I've been hearing rumors of Silver Hand activity. A group of them is holed up in Hjalmarch. Run fast, my friend. When I was young, I favored huge swords, much like you. Hard to lift these days, but I still enjoy the heft of a good hammer. Big swords should always beat little swords. Ó, ez könnyű lesz, megöljük a vezetőjüket. Jó, menjünk, ez király küldetés lesz, ezt tetszeni fog, már most gondolom. Jó, striking the heart. Támadjuk a szívet. I've been tending to the warriors of your Vasker for as long as I can remember. Inigónak vannak ám is beszólásai. Nem én vagyok a kaparó oszlopod. Inigo a bátor. Idézett tőle. A Sabreket. Nagy cica. És be is sötített közben. Hát akkor szerintem csapjunk egy gyors utazásba. Rájövök, hogy hova kell utazni. Na ugorjunk neki akkor ennek a küldésnek. Igazából azt kéne megnéznem majd most, hogy mennyi sárkánylélek van nekem itt bent a tarsajomba. Hát hogy kéne tuningolni egy picit. Nem itt van, nem itt. Powersnail. Bocsánat, shout, azaz, itt, ja, 5 darab, jó. Ezeket kicsit tudunk fejleszteni a mágián is. Ops, itt van még egy, ami nincsen megnyitva, nyissuk meg. Kipróbáljuk. Ez a föl lehet deríteni a népeket most. Na, hol vagy? Hát ez elég tróger, hogy csak 3 másodpercig tart, úgyhogy hagyjuk ezt. Hát ez alatt milyen életed, biztos sem, veszem, hogy hol van a paraszt, nem hogy támadásba tudjak lendülni. Dick. Na nézzük. Tényleg itt van az, hogy Alteration-nél, vagy hol van ez a cucc? Ahol lehet ezt csinálni, a Power-nél gondolom én.
Jó, jó lesz ez. Na, essünk neki. Nem állunk neki kicsit követ fejteni. Hol a tökömbe tudok oda fölmenni? Egyébként a jobbállási kényszer az azért van, mert a 5.1-es füles azért szépen üvölt a fejemen. De szerintem itt elő is veszük a fegyverzetet, mert szerintem szükség lesz rá. Ne. Hon vagy te pöcsöm sárkány, elrepültél? El, nem vett észre, jó van. Lopakodás azért csak komolyan megvan oldva. Nincsenek ki nőrszemek, furcsa. Jó, menjünk beljebb. Úgyis majd szétesett a fejem a villámlástól. Kezdődik. Tűz és villám egyszerre, ennyi. Ember legyen a talpán, aki ezt túléli. Kajaka kiverte a faszát. Inigo lassabban. Ott vannak még ellenséges bácsik. De neki elvágjuk a torkát szerintem. Nem vett észre, hogy lenyilasztuk a haverját. Szinte már túl egyszerű.
Na, megyünk, azt megbogdossuk egy kicsit a bácsi torkát. What do you need? Maradj. I will be here when you return. És véged van, fasz. Inigo, rendezd, mert nem bírok vele. Tiszta hülye. Gondolod te. Jaja, mondja csak. Majd elmúlik.
think you can take me? Micsoda, még meg is öllek, baszod. Inigo, lehetnék kicsit azért talán rendesebb is. Ezt már hallottam. Szép fogás. Az is nem sokára meg lesz. Jó, nem sokára, majd 6 év az meg lesz. Köszi. Ennyit rólatok, meg a vezetőtökről. A vérfarkasodat nincs mitől félniük. White Run. Ez az. Le kéne rakni ezeket a ruhákat, meg ezeket a szemeteket, szerintem. Some good pieces up. Take a look. Adjál ide mindent, az a legegyszerűbb. És annyi pénze van, nem tudom, mi az anyámat csinálják vele. Mind a bucsba. Még robban. Én nem ezt el is adom kell a gecinek.
Van még a csajnak pénze? Van? Jó. Ez a teljes szettük el. Nordicot azt használ, ezt a szépen lekovácsoljuk. Ezt nem kell, viheted. Se kell. Se kell, köszi. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Köszi, főnök. Na, ez is majd leszett. Legendás fegyver szintén. Csináljunk valamit. Játsunk egy kis cuccot. Én nem akarom, hogy életerőt szívjanak. Köszi, nem jó semmire sem. The absurd health. Robbanjon a paraszt, ha már robbannia kell. What is on your mind? This place is like a sensory enema. Let menjünk haza, rakjuk le a felesleges cuccot. Ezekben a ládákban is egyszer rendet kéne rakjak. Mi az, amit megtartunk, és mi az, amit eldobunk. Mert mindent csak begyűjtögetek, ledobálok, aztán annyi. Én állítom, annyi szemetet raktam ma ide be. Szemetet, hát gyűjtöm a légy, a legendás cuccokat.
Legendári, ja, Gusztus story cucc. Jó, hát semmi gond. Ó, nem adjuk el, meg nem rakjuk le. Bocsánat, a ruhákat elfejtettük lerakni. Inigo, menj odébb, légy szíves. Köszi. Túl vagyunk ezen, főnök. A Bellator most nem érdekel, nincs nem olyan cut. Ezzel sem foglalkozom, ráér. Hello! Sziasztok, csajok, vizu. It's been a pleasure. If it's work you need, how about chopping up some wood for the fires? Here, take a look at this. Some of the yard came by and left this bounty letter. Sweet rolls are irresistible. Inigo, megint az hasára gondol. Just let me know. Szerintem adjál, hogy is hívják ott, veszek neki ezért édes tekercset, mert teljesen meg van őrülve. The thirsty, food for the hungry. Sweet rolls-t adjál, mert az ember, amit megvan, halljon. I think I've got some mugs need scrubbing. Something on your mind? What is mine is yours. Adok enni, mit szólsz? És kurva, már betárazott magának. What's next? Megyünk, megbaszunk pár palasztot. A delicious sweet roll down the hatch. Good afternoon. Take a look. Jó, vagy neked potrionod, mi? Until next time. Yeah. And bubbles for sale.
All crafted by the best blacksmith in Skyrim. Kár, hogy a Smith az meghalt a legutolsó küldetésem, most megnyúzták, mint egy birkát. Na mindegy. Jó, hát a farkas volt, de hát ez van. Inigo, a kurva anyát. Rendes interakcióba lép az egyik NPC a másikkal. Nem sok ilyen mód baznak, ami ennyire sokrétű lenne. Vagy csak én vagyok megint elejöv a hülyeségtől. Child of Kinnereth. Hát akkor, hogy... Grace of Kinnereth. I work with my mother. Sell fruits and vegetables. It's fun. You're home. I got hello, lányom. Jézó. Köszi. Mit kapok? Aranyos vagy. Neked is hozhattam volna én ide sütit, de elfelejtettem, baszki. Pedig tudtam, hogy utóbb fel fogsz tűnni. A víz ez valami félelmetesen szépebb a kibabakátékba, bazd. Azt a kurva életbe. Az élet itt tele van meglepetésekkel, meg. Az a milyen alakja van, rohadjon meg. You wanted to see me? I worry that you've been spending too many nights out. Where I go is my business. If you have a concern about my honor, bring it before the circle. You f*** yourself, young one. I'm sorry. I didn't mean to snap. It's just... these hunters. We're all on edge. That's why it's better to mistake foolhardiness for bravery. Have you been bringing the battle to the hand, friend? Excellent. Looks like you've really dripped to hiding. Keep this up. We'll wipe them out yet. You already know all that I... Bönök? I've been looking for you. And? I hear you've been busy of late. Lad, I know what you've been up to. Mind you, it's no business of mine what each companion does in the name of honor. But this sneaking around, it does not befit warriors of your standing. Aella knows better, and so should you. In any case, I have a task for you. Have you heard the story of how we came to be werewolves? Hey, that sounds like him. As in all matters of faith, though, the reality is more complicated than one believer would tell you. The companions are nearly 5,000 years old. This matter of beast blood has only troubled us for a few hundred. One of my predecessors was a good but shite man. He made a bargain with the witches of Glenmoral Coven. If the companions would hunt in the name of their lord Hircine, we would be granted great power. They did not believe the change would be permanent. The witches offered payment, like anyone else. But we had been deceived. The witches didn't lie, of course, but it's more than our bodies. The disease, you see, affects not just our bodies, it seeps into the spirit. Upon death,
Werewolves are claimed by Hirsing for his hunting grounds. For some, this is a paradise. They want nothing more than to chase prey with their master for eternity. And that is their choice. But I am still a true Nord, and I wish for Sovngarde as my spirit home. That's what I've spent my twilight years trying to find out. And now I've found the answer. The witch's magic ensnared us, and only their magic can release us. They won't give it willingly, but we can extract their foul power. Force. I want you to seek them out. Go to their coven in the wilderness. Strike them down as a true warrior of the wild. And bring me their heads, the seat of their abilities. From there, we may begin to undo centuries of impurity. Good. Now move quickly, and don't leave any of them alive. Talos guide you. Köszi, főnök. You are a companion. Well done. You cannot have too many allies, my friend. Especially skillfully violent. There is darkness everywhere. Úgy a szörva mindenütt, beszarás. My mind is as empty as a beggar's purse. Mit gondolsz, menjünk? Menjünk, nem? Some people don't think I'm smart. Those people are my fist. But you, I like. I'll show you what I can about protecting yourself. Pause, man. Chabba. Until next time. Szerintem meggyógyítjuk ezt a vérfarkas lófaszt. Aki akar, az meggyógyul, aki nem, az megmarad vérfarkasnak leszarom. Nekem nem kell vérfarkasos történet, nem akarok vérfarkas lenni. Nem sok használt láttam eddig. Én nekem megvan már a küzdő stílusom. Sem vámpír, sem vérfarkas nem akarok lenni a játékba, pedig lehettem volna már mindkettő. Igazából most vérfarkas vagyok, de egyszer nem használtam, mert nem is fogom. Mert valahogy nem tetszik. Ez a... Farkas két halvadik személybe csapkodok jobbra-balra két kézzel. Olyan furcsa. Közelebbi hely, ez. Utazunk. Na, jók vagyunk. Mi van, Pat? Mi van?
Szerintem kopogjunk be. Hello! Inigo, ne. Kivertük a faszát. Megrogyott rendesen a csávó. De csúnya állat vagy. Uj. Nem viszünk most questitemet, mert akkor nem fogja jelölni a többi parasztot nekem.
Itt le kéne még gyakni, úgyhogy nem kapkodjuk el, ráérünk. Inigo lassabban. Megráz élmény lehetett, na. Szerencsétlen. Vízbe kapni elektromos támadást. Jó, hát neki volt egy elektrolízes élmény, ennyi. Még rendes csuklok végén van. Shelf. Yes, average my yellow. Loveless gold. Lockpick pearl. Let's slow them. Go for my spike. Bad win. How much is string? Nem kell for. Nem kell. Nem kell. Nem kell, hát na. Fasér. Nem kell köszönni. Van még ilyen banya? Van még banya? De hol? Hol vannak ezek a szemétládák? De most tényleg. Jutni.
Itt. Ez már kinyírtam, még van 6. Ezt azért nehéz lett volna túlélni. Nem téved sokat, Inigo. Tényleg ezek gonosz lények. What do you mean? I'm thinking you are good at sneaking. Tudom, hogy jó vagyok, főnök. Köszi. Right behind you. Azé. Ezt is kinyírtuk. Ott van még. Van 3. Megtaláljam még. Hol a faszomba jött? Ja, itt. Nem. Ez fölöttünk van. Inigo, menj ma a WC. Halló? Nem hiszem el. Inigo, menj ma a kurva anyádban, na. Végre baszod.
nyitatves kis járatot, tudok nehéz őket észrevenni. Bocsánat. Azért nem, mert nem tudod, hogy mi káros. Ki se tudod mérni, mert ugye a páránál rosszabb nincsen, mert nincs látható nyoma. Úgyhogy vegyenek nyugodt. Ez az én javaslatom, de bevihetik számtek boltba, de le fogják cserélni. Mert ezt fogják benne cserélni, azt fogják benne cserélni, azt fogják benne cserélni. És akkor végén ott tartok, hogy vettek. Ez most egy szerény javaslat, ezt nyugodtan mondd el nekik, mert az ilyen bizniszeket szeretik a legjobban a számítás technikai szervizbe. Mert bármit látok. Nem tud megmondani, hogy tényleg az a baj vagy. Javaslom, hogyha nem szállszek, nem haveri bizniszbe viszik be, ahol ismerik a tulajdonos nagy haverok vannak. Szerintem legkevesebb. Bármit. Beszéltem velük reggel, hát igazából véve nincs székletünk, az baj. Talán úgy néz ki, hogy még el is kezdett besárgulni, és az is baj. De hogyha elkezdett ma besárgulni, akkor lehet ezt a lámpallá holnap kiadják. Nem lesz. De vettek tőle levét, megnézték, hogy lesz esetleg valami fertőzik. Azért nincs széklet. Utána meg kevés játszunk. Igazából sikerült az opcionális feladatot is teljesíteni, kinyírtuk mindegyik boszorkányt. Igazából esélyük se volt nagyon, na de hát... Annyi baj legyen. De itt van még valami szörny, szerintem troll vagy a pók. Pók ül. Farkas, eridj! Üdös vanyák, fúj! Do we have all the hags' heads we need? Maybe we should collect more while we are here. Speak to me. No, my mind is a tree without leaves at the moment. Do not propose to any of the hags we meet in here.
Try to restrain yourself. Köcsög. Rohagyjavek, hogy szeretlek. Tös bunkó, az egy ilyen mód. Szétröhögtet a köcsögjáték. Ilyen mód, életem legjobb módja ez az Inigo, komolyan mondom. Hihetetlen megcsinálták. Ennyi elég is lesz. Viszünk kettő fejet a pappernek, az jó van. Hogy örüljem. Irány Vajtran. Jaj, a téldem, te jó Isten. Ah, picsa. Mint el kéne menjünk, vadászunk valami sárkányüvöltést is. Most, hogy így beugrott ez a töltőképernyő. Mik ezek? Itt támadtak meg minket? These two aren't a problem anymore. Silverhand. They finally had the nerve to attack your Basker. We got most of them, but I think a few stragglers. The Silverhand. They finally had the nerve to attack your Basker. We got most of them. Jó, hát mondjuk igazából hazavágtuk őket súnyán, ezt a vérfarkas vadászokat. Már csak az utolsó darabig próbálkoznak elkeseredten a fezetőjüket, már megöltük. Where have you been? I hope it was important, because it means you weren't here to defend him. The Silver Hand. They finally found enough courage to attack Jarvaskr. We fought them off. But the old man, Godlak, he's dead. No, but they made off with all our fragments of Wuthrad. But you and I are going to reclaim them. We will bring the battle to their chief camp. There will be none left living to tell their stories. Only songs of Jarvaskr will be sung.
We will avenge Kodlak, and they will know terror before the end. Bazd meg, sokat nem ért. Hát ennek akkor nem sok értelm volt, az öreget megölték. Na, hogy basszom a gitárnyákat. The Silver Hand will pay for this, my friend. We will pay for it. Bassza meg! Nem az öreget. Na mindegy, ezért szopni fogtok. Menjünk, basszuk meg őket. Úgy néz ki, vérök életembe vérfarkas maradok, na mindegy. Pedig gondoltam, meggyógyulok. Basznak üvöltesz, hülye vagy, tálozgatj. Jó, oké, de hova az anyába kell menni? Ja, érdeképpen nem mutatj. Szerintem a lopakodást most hagyjuk a faszomba, menjünk. Menjünk élesbe. Öljük meg mind. Ribanc. Gyertek. Használjuk akkor az üvöltéseket is. Ebből is, nem, bocsánat, shout. És ebből is. Sun, dismay, fire, breath, was. Kérdés, hogy igen, ez az erősebb, jó, mehetünk. Oh!
boss. Gyenge fos. Élvel nem tudsz ideig eljönni, te majom. Inigo, adjál nekik. Óró gecik, semmiük nincs. Gyertek, buzik! Csak ennyit tudtok? Ez elég csóró lesz így. Idiotic werewolf hunters. Dedicating your life to hating others is shameful. Mind meghalnak, ne aggódja. Ezt eddig bírtátok. Megkapják, ne aggódj. Üdös csicska gecik. Maguknak keresték, megkapják. Jó, rabbit. Hello. No, odé mentek, közé.
Nem érted, még vámpír van közöttük, ez sírsz. Menjetek a kurva anyátokba. Csodálkozom rajta. Buzik. Menjetek előre. Bocs testvérem, de ígned kell. Kiengednek, akkor úgyis ránk támadsz. Jobb neked így. Mi van, paci? Más nincs? Boss.
Buzi, hajj már meg, kurva anyádat, hol a faszba vagy? Inigo szép volt. Tehát nem tudjuk bántani, akkor elméletileg nem bánt minket. Gondoltam én. Na, picsába. Tudom, akkor simán lenyilazom a faszomba, az kész. Annyiába verni bele a babot. Hány helyre kell még elmenjünk, bazd meg? Megálltatok mind ott az ajtóba, nem akartok odébb menni? Na végre.
What is on your mind? No, my mind is as blank as your expression right now. No offense. Let's get back to Yorvaskar. We'll want to pay our respects to Kodlak's spirit. It's all in the swing. Let me show you. És ezzel a vélfarkas vadászoknak vége. Hazavágtuk az összes büdös gyökeret. The others have probably prepared Kodlak's funeral by now. Come up to the Sky Forge to pay your respects. Megyek. Eltemetjük az öreget. Aztán minden nem tudok leugrani, ugye? Nem. Balra tudok elmenni csak. Ancient flame. We grieve. At this loss, we weep. For the fallen, we shout. And for ourselves, we take our leave. Szeba került, ahol akarsz. His spirit is departed. Members is rare armor to grieve our last together. Do you have the fragments of Uthrad still? I'll need to prepare them for mount. Don't get too flowery, lad. Of course, I have a small favor to ask of you. There's another piece that Kodlak always kept close to himself. Would you go to his chambers and bring it back for me? I'm not sure I'm the best one to his things. I appreciate it. We Greymanes got just as much to be proud of as them Battleborns, but you won't see us without. Csak szóltam, szobd le magad. Was a good man. My friend. What is on your mind? If you need anything else, just ask. Nincs
Nézzük, mit tartogat az öregnek az utcai. Van-e közöttük valami érdekes, ami engem is érdekelhet. Úgyhogy az a játék az kibaszott szép, így agyon tuningolva. Tele van olyan játékelemekkel, amik ugye hiányoztak az alapjátékból. Teljesen testre szabtam a magam játék stílusához. Mind grafikailag, mind játékélményileg. Van egy két dolog, ami engem az érdekelne. Hát mondjuk nem sok minden volt nálam érdekelt volna minket. Konkrétan lófasz. Ez a cheat chat, amit itt leszoknak vágni a parasztok, kemény nagyon. Nézd meg, hogy amit hát most sok nem len van, bazd meg. Edd meg, hova mész? Be nem ennyi, nagyon verlek, bazd meg. You're back. Thank you. Your shield siblings have withdrawn to the Underforge. I think they're waiting for you. Mi van? Én most eldöntöttem a farkas lenni, mi? Simple as that. Being moonborn is not so much of a curse as you might think, Vilkas. That's fine for you, but he wanted to be clean. He wanted to meet Iskramor and know the glories of Sovngarde, but all that was taken from him. And you avenged him? Godlak did not care for vengeance. No, Farkas, he didn't. And that's not what this is about. We should be honoring Kodlak, no matter our own thoughts on the blood. You're right. It's what he wanted, and he deserved to have it. Kodlak used to speak of a way to cleanse his soul, even in death. You know the legends of the tomb of Iskramor. There the souls of the Harbingers will heed the call of Northern Steel. We can't even enter the tomb without Uthrad. And it's in pieces, like it has been for 1,000 years. And dragons were just stories, and elves once ruled Skyrim. Just because something is, doesn't mean it must be. The blade is a weapon, a tool. Tools
the blade? This is the first time I've had all the pieces, thanks to our shield brother here. The flames of Kirok can reforge the shattered. The flames of Kodlak shall forge the birth of Uthrad, and now it will take you to meet him once more. As the one who bore the fragments, I think you should be the one to carry Uthrad into battle. The rest of you, prepare to journey to the tomb of Ysgrimor, for Kodlak. Oké, okay, most akkor egy fél óra kávészünet, pihenünk egy kicsit. Iszunk egy kávét, azt visszatérünk. So we take a coffee break about 10 minutes and we'll be back and continue our journey. Hey Cortana. Stop broadcast please.